Kecső Endre vagyok, és a Szolnok művésztelep alkotója már 2 éve. A kompozíció a festményemen az tulajdonképpen így úgy szeretném elképzelni, hogy kétféle kompozíciót egyesítek. Egy nagyon feszített kompozíció, ahol a figura kifeszíti az összes oldalát a képtérnek. Ez a másik egy centrális kompozíció, mert ugyanakkor ebben a feszességben valahol mégis a középpontra helyezem a hangsúlyt, tehát hogy onnan irányulnak ki ezek az erővonalak, amik ugye a testrészeket formálják meg. A figura torzítása, az tulajdonképpen azért jön létre, mert nem natúrájában akarom ábrázolni az embert, sokkal inkább egy lényegiségében szeretném megfogalmazni. Tulajdonképpen ennek az embernek a lényegisége az, hogy ő a madárember, és ennek érdekében válik aránytalanná, használok torzításokat és ezt a groteszk elemet, ami egy kicsit szerintem madárszerűvé teszi. A pályafutásomban most érkeztem el arra a pontra, ahol egy paletta redukciót szeretnék használni, pontosabban egy Apelleszi paletta redukciót. Általában a képeimet ilyen dominó elvszerűen festem, ami azt jelenti, hogy egyikből következik a másik, tehát egyik a másiknak apja, fia. Ez a kép, illetve ennek van 2 társa, ami egy kicsit eltér ettől a metódustól, ugyanis a másik 2 kép, az egyik az konkrétan csak kékés tónusai, a harmadik kép pedig konkrétan csak sárga és tónusai. Így különbontva 3 figura szerepel, a színekkel próbálom megfeleltetni azoknak a principiumoknak, amikkel felruházom őket.